Lássuk már egymást, amíg mindenki háborúzik. Ha béke van, akkor nem értem, miért tartunk itt. A saját lábunkon állva nem juthattunk idáig. Két szoba és a gankát kívánhatnék még bármit is. Néha-néha csak egy plantot, ha tekerjek meg. 4:20-at már a szomszédok is megkedveltek. Mosolygok hintek én is szekértolásból élek. Meghalni sem könnyebb, de pofázni hol éri meg? Pedig érzem én is szomszéd, több nap leszünk, mint kolbász. Te már költöznél, de én megvárnám a villanyoltást. Utolsó kapcsol majd, de vagy lapdál a füzsét! Az életben egy vigasztal, hogy nem tart örökké. A házelnök úr is boldog. A csajon beteljesíti a női principiumot. Kafkai élmény lesz minden percem vele az ágyban. Idézhetnék még filmekből, mert ezt most tényleg bóknak szántam. Mert veled nem is tudom, szeretsz még egyáltalán? Még mindig én vagyok. Tényleg akkor sportolhatnál? Nem elég, ha minden nap a háztömböt járom körbe. És miért az agyba egyből én leszek a haza bölcse? Ültes már, építs házat, csinálj jó sok gyereket! Öleld a nődet, amíg még melletted én volt. A kocsma bölcsességet már az oviban sejtettem. Keményen dolgozunk, és ember volt a jelen. Jönnek a legszebb évek, mondják, de feszt rettegek. A szájtól éhezéstől, hogy a volt csajom ki mellett ébred. Mert én épp egy végödörben, velem 31 néhány bajtás. Már ők is kérdeznének, mert rettegik a villanyoltást. Örmester úr, mondja kérem, minek ide lövészáll? Folytassák honvédek, ízlésekről nem vitázom. Értjük mi, hogy gőzgép, de tényleg mi hajtsa? Mert minket ilyen díszfasz nem hajt ki a vágó útra. Mi már tudjuk, kire lőjünk. Nekrológunk lesz, olvastam a piszkozat piszkozatát. Fellemző szöveg helyett inkább sok elmagyarázat. Főleg kérdések például, hogy mi lesz itt 30 valahányban? Előre indítsa
Köszönjük szépen! Mi voltunk, én, Muzsik, ő pedig Volkova, elvtárs a Szabolcs-megyei Záhonyból. További szép estét kívánunk nektek! Sziasztok!